Sziasztok, köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagytok velünk, Concerto is köszönt benneteket. Hozott 2 darab eredeti gyári Mazda kulcsot, egy Mazda Demio-jé, ami 99-es gyártású, ne jegyünk meg, nagyon szép állapotú, korához méltán, nyugodtan dicsérhetem, hogy rendkívül mutatós és szép kocsi, és nagyon sok-sok gyári felszereltség van benne, ami feldobja a kis kocsit. Először is 137 ezeret futott. Egy rövid indítás után ugye láthatóan elalszanak az ellenőrző lámpák, elut az ABS lámpa, a töltés, az olajnyomás, és látjátok szépen messze a fordulatot is, ez egy nagyon jó kis pörgős motor, 72 lóerős és 1.3-as benzines. Ugye a kormányunk az egy bőr és fa kompozíciójú kormány, ami szervo is ugye, és nagyon szépen mutat, főleg itt a légzsák a közepén, és ott jobb kézfel is van egy légzsákunk. Itt szintén vannak még ilyen kis fabetétek, itt a középkonzolnál is, itt a manuális klímánk, a CD rádiónk és az 5-ös váltónk, ami szintén nagyon mutatós darab. Itt van velünk Feri Petti, itt a bőrkárpiton helyet foglaltak. Igen, jól hallottátok, tehát egy komplet bőrkárpitos autót láttok, egy Mazda Demiót, ilyet még én sem láttam különben. Nagyon-nagyon szép mutatós, nincs tönkretéve egyáltalán ez a bőr. Nagyon szép a belseje, teljesen egyedivé varázsolták ezzel a belső térrel. Ez gyári, hozzáteszem, tehát nem utólagos dolog. Elektromos ablakok és elektromos tükrök, hátul is mutatom nektek. Egy teljesen újszerűnek mondanám, mert rendkívül keveset használt kocsi. Jó állapotuk a gumik rajta, mind a 4 darab. Friss műszak is, tehát 2 év műszakja van neki. 5 ajtós, és kinyitom nektek a hátulját. Itt is szinte érintetlen a teljes belső, benne vannak ezek a kis rolós kalaptartó, kötelező tartozékok pedig szintén benne vannak. Még ezt a jobb oldalát is nézzük át veletek közösen. Az üvegezése az ilyen kis halvány zöldes üveg, ami gyári sötétítés van rajta. Elől ugye kötfényszóró, és az elejét kipatintották a kollégák. Nézzük meg együtt, hogy itt mi van benne. Az aksi az egy banner. Itt is látszik a kilométer óra állás, 2012-es. Nagyon szépen csendesen dolgozik, a ventilátor is bekapcsol, ugye. Néha-néha, hogy járt itt sokat itt egy helyben a kocsi. Gyertek be, nézzétek meg, higgyetek el, egy rendkívül szép és jól felszerelt kis Mazda Demiót láttatok a kereskedésünkben az M3 autóparkban. A viszontlátásra, sziasztok!